A 11. kerület közbiztonságáért alapítvány támogatásával dolgozik az Újbudai Rendőrség, a Tűzoltóság, az újonnan felállt közterületfelügyelet és a Polgárőrség. Emellett természetesen a Tűzoltóság alapvetően a fővárosi önkormányzat forrásaiból gazdálkodik, a közterületfelügyelet pedig a kerületi önkormányzat költségvetésében önálló tételként szerepel. Az alapítvány elnöke szerint ezekre a feladatokra jóval többet kellene költeni, mint amennyi a költségvetésből telik. A közterület rendje, a belső városrészek megtisztítása, a graffititől megtisztítása, az engedély nélküli árusoktól, a parkolás rendbetétele, az iskolák környezetében a rend fenntartása abban az értelemben, hogy ne legyenek ott drogárusok, stb. Tehát napestig sorolhatnám azokat a célokat, és itt most csak a rendőrség feladatköréből szemezgettem. Mondhatnék a közterületfelügyelet feladatköréből is. Tehát ebben a bizonyos nem a legjobbak és nem a legrosszabbak, magyarul a középmezőnyben van ez a kerület. Ezen mindenféleképpen jó volna javítani, mert az itt élők közérzetét is meghatározza az, hogy minek, hogyan fogják föl, hogy érzik a kerületben a közbiztonság helyzetét. Ha az autók parkolásával kapcsolatos probléma, ha az engedély nélküli árusok, most ebbe a körbe tartozik az én megítélésem szerint az is, hogy valahogy számomra érthetetlen módon ebben a kerületben, mintha sokkal több lenne a hajléktalan a közterületeken, mint más kerületekben. Nem tudom, mi lehet ennek az oka. És azt is tudom, hogy a hajléktalan kérdés az nem egyszerű, lecsupaszítható közbiztonsági problémára, de kétségkívül vannak ilyen vonatkozásai is. Nemrégiben zárult az a gépkocsi tender, amelynek eredményeként az alapítvány 5 alig használt Ford típusú autó vásárlására kötött szerződést. A 17 milliós költséget 5 rendőrségi szolgálati lakás értékesítéséből fedezték.